Köszönöm szépen itt a szervezőknek ezt a rugalmasságot. Itt az időcserével csak jeleztem nekik, hogy nem fogok tudni végigmaradni a rendezvényen. És amiről én szeretnék beszélni, az az, hogy nem csak új űrhajósa lesz Magyarországnak, hanem új űrképzések is elindultak idén ősztől kezdődően. Talán a jelenlévők közül nagyon sokan ismerik a Magyar űrkörkép kiadványt, a Hungarian Space Kaleidoszkópot, amit a MAND évente, két évente jelentett meg a Külgazdaság és Külügyminisztérium támogatásával, és ebben a kiadványban minden évben felsoroljuk azokat a szervezeteket, akik valamilyen módon űrrel kapcsolatos tevékenységgel foglalkoznak. A legutóbbi kiadványban már több mint 50 kapcsolódó szervezet volt benne, és hát felmerült az a kérdés, hogy honnét lesz meg az utánpótlás, honnét lesznek meg azok az egészségügyi szakemberek, akik az újabb és újabb űrhajósokat ki tudják válogatni, vagy akik az újabb és újabb űrtechnológiai, űrtudományi programokban részt tudnak venni, vagy akár azok a szakemberek, akik értenek ahhoz, hogy hogyan működik a politika, az űrpolitika. Azt, hogy szükség van ilyen szakemberekre, azt már elég régóta felismertük, és hogyha visszatekintünk egy pillanatra 3 évvel ezelőtt, 2019-re, akkor már közel 75 éve voltunk a hazai űrkorszakban bent. Számos magyar eszköz járt fent a világűrben, kísérletek, fejlesztések, de nem volt 2019-ben még sem egy olyan mesterszak, ami űrkutatásra, űrtechnológiára fókuszált volna, sem olyan szakirányú továbbképzések, amelyek egyfajta posztgraduális, másoddiplomás képzésként segítették volna segítették volna az érdeklődőknek, az ismereteiknek a tovább fejlesztését. És hát a MANT megpróbált ezen a helyzeten változtatni. Elhangzott itt már a mai napon, hogy 20 évvel ezelőtt az űrvilág űrkutatási hírportál az innét az akkori űrnapról indult el. 2016-ban pedig az akkori űrkutatás napján szerveztünk egy kerekasztal beszélgetést az űrkutatás napjának a nulladik napirendi pontjaként, ami az űroktatás helyzetét járta körbe. Akkor a helyszínt az Óbudai Egyetem biztosította, és különböző intézményeknek a képviselőivel jártuk körbe azt a kérdést, hogy működhet-e Magyarországon egy intézményi szintű űroktatás. Az volt a válasz, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne egy ilyen. Aztán 2018-ban Magyarországra látogatott az Európai Ügynökségnek az űroktatási szimpózium, ahol megint megismertük azt, hogy mi a helyzet Európában. És még ennek az évnek a nyarán a MAND szervezett egy 4 napos nyári űrakadémiát, ahol a résztvevők arra a következő 4 napig űroktatással foglalkoztak, és arra jutottak, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne az országban űrtechnológiával foglalkozó képzés. Nagyon jó lenne, hogyha lenne űrdiplomáciával, űrmenedzsmenttel foglalkozó képzés, és hogyha az űrtudomány iránt érdeklődők is jobban el tudnának mélyedni, mint az akkor az ELTE geofizikus mesterszakán elérhető űrkutató szakirányú képzés. És hát ennek a gondolatmorzsának az élére állt 2019-ben a Műegyetem, amikor bejelentettük azt, hogy el fogjuk indítani a hazai űrmérnök mesterszakot. És ez egy terv volt hosszú ideig, 3 évig dolgoztunk rajta. Ez a fénykép az idén augusztus végén készült, amikor az első évfolyamot köszönthettük a Műegyetemen. Egy Csurgai Horváth László kollégámmal vagyunk ketten itt a szelfinek az elején. Jó magam vagyok, az űrmérnök mesterképzésnek a szakfelelőse, Csurgai Horváth László kollégám pedig az űrmérnök képzésért felelős szakbizottságnak az elnöke. És a képen pedig azt lehet látni, hogy rögtön megirattuk az első villám dolgozatot a képzésre bekerülő hallgatókkal már az orientációs héten, és akik írnak, azok nem csak hallgatók, hanem különböző űripari cégek képviselői is beszálltak ebbe a közös dolgozat írásba, úgyhogy mindenki nagy bőszen töltögeti a körbeadott dolgozatnak a lapját. Úgy gondoltuk, hogy akkor lesz működőképes egy űrmérnök képzés, hogyha az űripari szereplők is mögötte állnak, úgyhogy kezdetektől fogva velük közösen alakítottuk ki a képzés. És megnézzük azt, hogy mi a helyzet most 2022 őszén, mert tudom, hogy tavaly az űrkutatás napján, amit csak egy online rendezvényként tartottunk, akkor is beszéltem már az űrmérnök mesterképzésről. Amikor 2019-ben elindítottuk a hazai űrmérnök képzésnek a létrehozását, akkor
létrehoztunk egy új szakot az országban, ez 2020 végére jött létre, és innentől kezdve bármelyik olyan hazai felsőoktatási intézmény, aki szeretne űrmérnököket képezni, és megvan hozzá a megfelelő kompetenciája, indíthat saját maga is űrmérnökön mesterképzést. A Műegyetem 2021-ben akkreditálta a saját űrmérnök mesterképzését, amiben 5 műegyetemi kar működik együtt. A villamosmérnök és informatikai kar, ahol én is dolgozok, ez a GESTOR kara, tehát mi felelünk a képzésért. Az építőmérnöki kar, a gépészmérnöki kar, a közlekedés és járműmérnöki kar, illetve a természettudományi kar oktatói pedig részt vesznek a képzésben. És hát több mint 100 jelentkezőnk volt, akik február 15-ig jelentkeztek a képzésre. A 29 felvett hallgatóval vágtunk bele a képzésbe, és úgy néz ki, hogy ilyen 24-26 közötti hallgatói létszámmal fogjuk tudni befejezni ezt a fél évet, amit mi egy jó számként értékelünk. És hát november 15-én pedig eljön az újabb jelentkezési határidő, amikor a februárban induló űrmérnök mesterképzésre ismét lehet jelentkezni. Ugyanakkor egy olyan országos képzést hoztunk létre, hogy említettem, ez bármelyik másik egyetem elindíthatja, hogy tudom azt, hogy a Miskolci Egyetemen is folyamatban van most az űrmérnök mesterképzés akkreditációs anyagának a kialakítása. Ők azt tervezik, hogy jövő ősszel elindítják a saját űrmérnök mesterképzésüket. Nyilván itt van az akkreditációs folyamatnak egy időigénye, amit mi már mind műegyetem megtapasztaltuk, de nagyon izgalmas képzést raknak össze a miskolci kollégák is. És hát ismét szeretném tetemre hívni a többi hazai felsőoktatási intézményt, ahol van mérnök képzés, hogy indítsanak ők is űrmérnök képzéseket, hogy még több űrmérnököt tudjunk képezni az országban. A Miskolci Egyetem képzéséhez is felajánlotta a villamosmérnök és informatikai kar maga kompetenciáit. Ezt a felajánlás nyitottságot itt is meg tudom ismételni az egyetemünknek a nevében. De nem csak űrmérnökökre van szükség, hanem, ahogy említettem, több más tudományterületen is szükség van arra, hogy legyenek megfelelően végzett másoddiplomás hallgatók. Úgyhogy a 2019 nyarán, amikor a Műegyetem élére állt az űrmérnök mesterképzés létrehozására, akkor a Külgazdasági és Külügyminisztériumban Ferenc Orsolyának megszületett egy ötlete, amiből az Unispace konzorcium nőtte ki magát. Ezt a konzorciumot hivatalosan idén márciusban hozta létre 16, aztán később 17 egyetem, a konzorcium vezető pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, és ez a 17 hazai felsőoktatási intézményből álló konzorcium azt célozta meg, hogy hiánypótló oktatás biztosít 4 területen. És ezen a 4 terület, ez egyrészt a társadalmi terület, másrészt az élő természettudomány, tehát az orvostudománynak a területe, az élettelen természettudománynak a területe, illetve a műszaki terület. A 17 egyetem közül kijelöltek 4 olyan intézményt, aki a konzorciumban is kiemelt tagként 4 szakirányú továbbképzésnek a létrehozását vállalt el, és ez a 4 szakirányú továbbképzés idén augusztus 8-a, 10-e környékén meg is született. A Jelmítető Nemzeti Közszolgált Egyetem ennek a konzorciumnak a vezetője, ők gondozzák a világűrpolitikai tanácsadó képzést, itt beszélgettem is az előbb az egyik hallgatóval erről a képzésről. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem gondozza az űrtudományi szakember továbbképzés, van egy innovatív táplálkozás és űregészségtudományi szakember, Debrecen Egyetem, és van egy űrtechnológiai szakember, amit pedig a Műegyetem vállalta, hogy gesztorkarként befogadja, de ezekbe a képzésekbe 5-6-10-11 intézmény működik közre, tehát ténylegesen egy olyan unikális jellegű hazai képzés tud megvalósulni, aminek nagyon sok felsőoktatási partnere van. És hát ez a képzés is elindult idén szeptemberben, ami azt mutatja, hogy mekkora rohammunkát kellett végezni. Augusztus első napjában kaptuk meg a képzés jóváhagyását az oktatási hivataltól, onnantól kezdve beiskolázási kampány, és szeptember 17-én pedig meg is tartottuk az ünnepélyes tanévnyitót a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ez egy 3,5 éves szakirányú továbbképzés, amit levelező formában valósítunk meg, egy önköltséges képzés, ennek tehát nincsen államilag támogatott lába,
és abból a szempontból is különleges, hogy az első fél év egy közös képzés, ez azt jelenti, hogy a négy tudományterület hallgatói közös tárgyakat hallgatnak, két tárgyat a műszaki területről, két tárgyat az orvosi területről, két tárgyat az űrpolitika, űrjog területéről, és két tárgyat pedig az űrtudománynak a területéről. A második, harmadik fél évben pedig különböző szakmai tárgyakba tudnak elmélyedni. Erre a képzésre a rövid meghirdetési idő ellenére szintén nagy érdeklődés volt. Maga a képzés az 80 és 90 közötti hallgatói létszámmal indult el. Még mi is számoljuk, hogy pontosan hány hallgatónk lesz az, aki itt decemberre, mire eljutunk a vizsgaidőszakhoz, még hallgatója lesz ezeknek a képzéseknek. Úgyhogy ezúton is gratulálok a Nemzeti Közszolgálat Egyetemnek, nekik több mint 110 jelenkezőjük volt, akik közül a 35 hallgatóval végül elindult a virágűrpolitikai szakirányú továbbképzés. A másik három képzésnek a hallgatói létszáma pedig 10 és 20 hallgató között mozog. Ez a számokat összeadjuk, kijön ez a közel 100-as létszám, amit említettem, ami abból a szempontból még egyszer egy unikális dolog, hogy ilyen jellegű összefogás a hazai felsőoktatási intézmények között nem csak űrterületen, de még egyébként sem volt. És hát ez a képzésnek a következő meghirdetése az jövő ősszel lesz, ezt csak évente indítjuk el, és többen, akik a terembe ülnek, ők valamilyen módon részt vesznek egyébként oktatóként, hanem is hallgatóként a képzésnek a megvalósításában. Úgyhogy ezek azok a képzések, akár az űrmérnök mesterképzése a Műegyetemnek, akár majd a Miskolc Egyetemnek az űrmérnök mesterképzése, akár ez a négy szakirányú továbbképzés, amelynek a segítségével szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy gyarapítsuk a hazai űrszektorba a közeljövőben dolgozó kollégáknak a számát. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a figyelmet!